Sziasztok! Szevasztok, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, délutánon. Ahogy látjátok, itthon vagyunk, de nem sokáig, ugyanis megyünk el itthonról a Lucas-szel, ugyanis nem más fogunk finazni, mint a valami jöttek egy újabb részét. A Lucas jelenleg hol vagy? Itt vagy. Takarít. A Lucas még mindig takarít, ugye? Mióta most már? Két hete? Három hete? Már egy hónapja. Jó. Éppen az asztalt törölgeti. Ugye mondtuk, hogy milyen pénz? Ilyen 5 dollárt kap ugye minden héten, és ilyen meg kell, ilyen házkörüli munkát csinál. Zseppénz! Na, eszembe jutott, zseppénz! Közben készül a Davis is, éppen húzom a fölsőjét, már nem én, hanem ő arra adom rá. Ugyanis, apá, megy a feleségemmel nem másra, mint a boltba, meg a közeli parkba. Aztán délután lehet, hogy átjön még az öcsém is, ugyanis még csak 2 óra 30 perc van kint. Szépen süt a nap, látod? Ezért is megyünk ki a szabadba, a parkba fogunk ma filmezni. A valami jöttek egy újabb részét, hogy milyen részét azt, hogy meglátjátok egy pár hét múlva, de érdekes rész lesz. Elkészítettél mindent, amit mondtam? Te, oda néz! Hát te is kék vagy, meg oda néz! Én is kék vagyok, még a gatyám is kék! Olyanok vagyunk, mint a pupikék, törpikék! Te, ki emlékszik, te tudod a pupikék, törpikéket, ugye? Azt a Smurf úgy hívják... Most csinálok jahar! Ja, de nem azt mondom, az eredeti mesét. Te láttad az eredeti mesét? Nem, de hallottam róla, és láttam picit róla. Te emlékeztek ti az eredeti hupikék, törpikék rajzfilmre annak idején, te, hogy én meg szoktam azt nézni az öcsémmel, rettentően szeretik a hupikék, törpikéket. Volt a törpapa, a törpira, a törperőzsa, az okoska, te olyan viccesek voltak. Tudom, most megcsináltak ugye ilyen animációs filmben, de a rajzfilm... Ja, most jön a harmadik rész, hiszem. A rajzfilm én szerintem jobb volt, legalábbis nekem annak idején jobban tetszett. Bár lehet, hogy azért, mert gyerekek voltunk, nem tudom. Amúgy lehet, hogy az új rész is jó, de emlékeztek rá? Vagy nektek melyik tetszett jobban? Vagy melyik tetszik jobban? Ha láttátok a régit, a rajzfilmet. Ide-vidalá megírhatjátok. Úgyhogy most készülünk, és indulunk. Amit akartam tőled kérdezni, te. Megvan minden, amit mondtam, ugyanis egy pár dolgot kell vinnünk magunkkal a parkba, és szervusz, Nyuszi. Semmi. Akkor lerakom a kamerát, én felelőztetem a Davis-re, mész és összeszed, amit kell vinni. Én nem tudom, vannak! Mindjárt segítek, akkor ott vannak benne a szobádban, ott a polcon, várja, a Nyuszi meg mászik rá. Összeszedtem mindent, legalábbis nagyon remélem. Viszünk magunkkal a GoPro-t, viszünk magunkkal egy focilabdát, viszünk magunkkal egy ilyen hókos kezet, viszünk magunkkal lufit. Kíváncsi lennék, hogy tudjátok-e, hogy mire készülünk, vagy nem. Ugyanis mind a három dolog, vagy azok a dolgok különböző. Mégis ugye a GoPro-val filmezzük, azt azért visszük. A labda, az a kéz, meg a lufi. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ki tudja, hogy mire készülünk kint a parkba. Nem tudom, én lehet, hogy nem tudnám megmondani. Bár elég vicces dolog lesz, legalábbis remélem, én azt hiszem. Ugyanis múltkor készítettünk egy hasonló videót, azt is, ha valami jött, ugye még nem láttátok, azt is majd látjátok. És vicces lett, mikor filmeztük, akkor nem volt annyira vicces, de utána, amikor megszerkesztettem, utána vicces lett. Valószínűleg ez is az lesz, legalábbis nagyon remélem. Ilyen vicces videó lesz. Ugye ilyen valami ötös vicces videó lesz, de az csak 1, 2, 3 dolog még mindig kell. Másik 2 dolog ugye, hogy 5, valami 5, hogy mi, nem tudom, de mindjárt valamit kitalálom. Valami játék kell hozzám, ugye ezek mind játékok ugye. Hogy milyen játék, ilyen, látod, itt a felfordulós játékszoba. Valami olyan játék kell, ami egy kard kellene nekem. Azt mondom, hogy van egy kardunk, várjál. Csak nekem valami másik fajta kard kéne, de megnézzük, hogy valami olyan dolog, amivel tudok ütni valamit. Nem a Lucas-t, még mielőtt valaki azt mondja, hogy kimegy a parkba, azt a Lucas-t ütöm majd a karddal. Nem a Lucas-t akarom ütni a karddal, nem is a labdát, hanem ma meglátjátok. Na várjál, mutatom, ugyanis itt fönt is, látod? Itt ilyen nagy rumliság van. Ugyanis mindent ide raktunk most föl, amit a Davis-től ugye eldugtunk. Valahogyan a felkelem választani, azt hiszem, hogy ott akart, hogyha jól emlékszek. Na várjál. Megvan! Látod? Itt van. Csak nagyon nem szabad mutogatni, ugyanis, hogy a Davis meglátja, akkor el akarja majd venni. Mi van, Nyuszi? Mit csinálsz? Mi? Mit csinálsz? Mit keresel? Kamerát? Ja, ott azok a dolgok, azok... Ja, kamera. Úgyhogy, még egy dolgot keresek valószínű, és elindulunk. Lucas, készen vagy? Készen. Összeszedtünk mindent, lefilmeztük a valami ötnek az elejét, ugyanis azt itt filmeztük le, itt bent a lakásba. Nézd, mit találtam.
lisztet, viszünk magunkkal a lisztet is a parkba. Lukasz, mondtam nekik, hogy miket viszünk, és szerintem fogalmuk nincsen, hogy miért kell ennyi érdekes dolgot vinni magunkkal, de a liszt az egy nélkülözhetetlen dolog a mai videóhoz. Ugyanis a liszttel jobb lesz, legalábbis én azt hiszem. Várjál, kell egy szatyor, mert a végén olyan dolgokat viszünk magunkkal, hogy még viszünk valami más is, amit nagyon nem akarok nektek megmutatni még, majd meglátjátok. Nem mutatod, azt már mutattam valami mást. Amúgy mutatom, miben viszem a lisztet. Ilyen zacskóba, mert még a végén még mielőtt valaki ugye rosszra gondol, ilyen zacskópor, ugye ez rendes liszt, de a szomszédok ugye nem tudják meg a parkba senki se, de lette! Tudod, hogy hol a park? Hol? Hát ott a rendőrség mellett, komolyan mondom, kivegyünk ilyen zacskó porral a rendőrség mellé a parkba, hát nagyon remélem, hogy nem fognak rosszra gondolni az emberek. Na minden, érdekes videó lesz. Aztán tudod, mi jutott eszembe, Lukasz, tudod, mi jutott eszembe? A Hupikék Törpikéknek a főcíme, te, hogy én azt hogy szerettem régen, szoktuk énekelni. Tudod, hogy mely a Hupikéknek a főcíme, az ének? Okay. Magyarul. Nem angolul, magyarul. Hogyan megy? Várjál. Hatalmas helyek között, nem? Hatalmas helyek között pompásan ballagunk? Valami ilyesmi, nem? Hatalmas hegyek között. Nem tudom, de várjál! Most mi ment így a fejembe, az ebben pedig itt bent volt. Volt az a, hallottál már a kopaszról? A csúnya kopasz, hókuszpókról. Te! A szegény hókuszpók mindig mellé fogott, aztán na minden. Úgyhogy mi készülődünk, mert kifutunk az időből, közben a feleségem és a Davis elment, én meg csak járok körbe-körbe, nem is tudom, hogy miért, azért meg keresek egy szacsot, amint meg látom a szajtót, összepakolódunk, aztán indulunk. Most még nagyon gyorsan beszélek, mert megint kapok kommenteket, hogy te, az nem is liszt volt, hanem por, mert beszívtad magakat, magadat, mert már megint beszélsz össze-vissza gyorsan mindenről. Azért beszélek gyorsan mindenről, mert kevés az időnk, és még be akarunk menni mi is a boltba, úgyis a Lukasz akar még valami kártyát venni ehhez a Roblox-hoz. Ja, és nincsen elég időnk filmezni is, meg oda is menni, mert 5-kor bezár az a bolt, hova akar menni. Úgyhogy, sietünk! Ami még mindig nagyon meleg van, 31 fokot mutat az autó. Az a szerencsé, hogy fúj a szél, kivel itt az autóban nagyon meleg van, mert ugye kint állt a napon egész nap, nem ezzel mentem ma dolgozni. Ahogy a park itt van tőlünk nem messze, mennyi 2 percre körülbelül autóval, ugye? Szokás szerint meg látott pirosat kaptunk, ahogy látjátok, úgyhogy megvárjuk ezeket az autókat. Elfordulunk itt jobbra, kimegyünk az utca végére és meg is érkeztünk. Ha megjöttünk ide a parkba, úgy néz ki, hogy nincs itt senki, úgyhogy mindegy, hogy hol állunk, megmutatom. Látod, itt ez a nagy-nagy, ez a parkoló, de ott az a nagy-nagy park, és ide leállunk. Onnét jött, valaki ott fut, onnét jöttünk. Tudtam, hogy itt nem lesz senki. Ez a park átlában mindig, amikor idejövünk, üres. Azért szeretünk ide járni, hogyha filmezni akarunk. Bár ilyen sűrűn itt nem voltunk. Most vagyunk itt másodszor. Na minden, úgyhogy most kiszállunk, mi elkezdjük a valami ötnek a filmezését, és utána folytatjuk. Tovább. Visszajöttünk az autóba, befejeztük a valami jöttek az új részét, most haza kell menni, meg kell szerkeszteni. Amúgy nem tudom, hogy látni-e vagy nem, de te, komolyan mondom, tiszta, lisztes vagyok, látod az orrom. Majd meglátjátok, hogy mit filmeztünk. Lukasz, szerinted hogy sikerült? Jó. És közben indítom az autót, mert rettentő meleg van. Élvezted, amit filmeztünk? Ja. A te részlet élvezted, vagy az én részlet élvezted jobban? Amit én csináltam, az enyémet, ugye? Majd meglátjátok. Megvan mindened? Megvan. Pénztárcád az autó? Pénztárcád nálad van, vagy nálam van? Nálam. Nálam van. Reméljük, hogy nálam van. Várj, nálam van. Úgyhogy mehetünk. Na itt vagyunk a boltban. Rajtunk kívül szinte senki nincsen. Várjál, itt van Lukasz. Ide gyere. Akarok nézni valamilyen vizes pisztolyt, ilyen nagyot. Hol tűntél? Jössz? Hm? Ez ilyen nagy vizes pisztolyt nézünk. Az nem neked való. Talán ez vízis pisztoly, vízi pisztoly. Nem ezt. Volt egy ilyen hosszú vízi pisztoly, nem találjuk se azt, hogy ön is valahol elpakoltuk, de ezek nem olyanok. Ilyen hosszúkás volt, és ilyen érdekes, nagy volt. Olyat keresek valahol. Na, vannak ilyenek, de ez nem vízi pisztoly. Ez ilyen nyilas, látod? Ez se rossz végül is. Csak nem ezt keressük. Talán itt a túloldaltuk ezt. Kort. Ez se olyan. Akkor nincsen nekik valószínű. Társas játék. Na minden, menjünk. Hozod a tejádat? Jó. Ez az a nem jó teja. Jó. Csak nem nekem. Na menjünk. Te, olyan mondom, mit láttunk az előbb. Lukasz, mit láttunk az előbb? Itt a kell tudom mondani. Én tudom mondani. Várjál csak, visszajöttünk az autóhoz, beülünk. Ilyen is nagyon fúj a szél. Aztán tartom kell, hogy a mikrofont ne fújjam bele.
Mit láttunk te? Itt sétáltunk, itt a parkoló, itt még mindig. Elmegyünk 5 méterrel mögöttem, komolyan mondom, ugye? 5 méter, pár lépés volt. Egy nagy dudaszó, és képzeld el, két autó összement. Úgyhogy tolatott ki, mondjuk ez, meg... Na várjál, ez, meg hol a másik? Meg ott ez, és így egymásnak így hátra, így bum! Egybe tolatott a két okos ember, biztos. Hogyan? Nem igaz, hogy nem nézel hátra, mert hogy az egyik nem néz hátra, jó, nem nézett hátra, de miért nem, mikor tudod? De hogyha a másik se nézett hátra, én nem értem, és középen találkoztak, tehát még azt se lehet mondani, hogy az egyik csak hátulatott nagy gázza. Pont, ugye, pontosan középen így bum! Az egyiken volt vonóhorog, az egy ilyen mikrobusz volt, és a másikat így össze... Nem, ilyen lukat nyomott bele a vonóhorog a másikba. Hazaértünk. Visszaértünk az autóba. Megittuk, én nem, de a Lukasz megitta a tejáját, én ittam vele egy picit, mire visszaértünk, de a Lukasz meg is itta. Mi van, így kifáradtál? Sokat rohangáztál. Úgyhogy most elindulunk hazafelé, ugyanis 4 óra 30 van az öcsém, azt hiszem, hogy 5 órára jön át, hogyha minden igaz, előtt biztos fel fog hívni. Lehet, hogy a feleségem is már hazaért a Davis-szel, úgyhogy induljunk. Megérkeztünk! Viszem a GoPro-t, hazaérkeztünk. Te meg hozod a cuccost, mit keresel? Ami nem kaptunk kártyát, ilyen Robloxos kártyát, majd holnap megnézzük másról. De másod. Volt a 25! A 25 dolláros az volt, de 10 dolláros sem kerestünk, nem 25-ös sem. De van itt! Megvan minden? Labda, minden megvan? Minden. Akkor gyere, menjünk. Elég közel sikerült amúgy megállni, képzelt szerencsések voltunk. Mi a helyzet? Mi nincsen meg? Megvan minden? A kart megvan? Mit? Van. Van, rendben van. Van. Várjál, zárjuk az ajtót. Fúj a szél. Hol a kard? Hova tettél a kardot? Mi? Összehajtogattad? Nem. Nem? Rendben van. Na menjünk. Na nyomjad azt a gombot. Melyik az? Ez az, azt hiszem, ja? Menjél. Várjál fel a kulcs. Amúgy meg szeretnénk köszönni mindenkinek, ugye te a kereszt, hogy a Lukasznek milyen lesz az új haja, hogy mi szóltok hozzá, ugye? Ja, én mindig kérem! Többen írtátok, hogy jó lesz, sokan írtátok, hogy nem lesz jó, sokan írtátok, hogy rajta múlik, úgyhogy a Lukasz olyat akar, úgy köszönjük szépen, hogy valahogy megírtátok. Mit? Valahogy így ér. Ja, valahogy úgy, na megjöttünk, gyere, menjünk. Ülünk az ágyon és nézzük a tévét, meg eszünk ilyen áfonyát. Na milyen az áfonya? Ez az első áfonya, eddig ilyen, mutatom, látod? Ilyet. Epret evett. Az első arapás mindig olyan nem jó, mi? Olyan, egy kicsit ilyen savanyú vagy. Megközben nézzük a tévét, látod? A szokás szerint ilyen mese csatornát nézünk, ugye? Egészen még a Davis most el nem megy fürdeni, aztán ilyenkor átkapcsoljuk máshova. Ilyen felnőtt, már nem felnőtt csatornára, de rendes csatornára. A Lukasz, hova rohadsz? Ezt a mai videót itt lassan befejezzük, ugye semmi érdekeset nem fogunk csinálni. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy a fölnyük a nézni, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!